Csapadíjós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós Győr. Utánpótlás sikerek minden mennyiségben itt a Csillagpont Rádió DVTK magazinjában. Köszöntöm Önöket, Martin Emil vagyok. Véget érte a 2017-18-as bajnoki szezon a DVTK labdarúgó utánpótlás csapatai számára. A Diósgyőri utánpótlás csapatok közül az U17-es gárda az utolsó fordulóban a Veszprém ellen 1-1-et ért el, de az már korábban eldőlt, hogy a másodosztályú bajnokságot 4 fordulóval a vége előtt már Kecskeméten megnyerte a piros-fehér gárda. Zsivócki Gyula vezetőedző értékeli a szezont, és Sütő Szilárd az utánpótlásért is felelős szakember pedig a többi csapat eredményeiről is beszámol nekünk itt a DVTK magazinjában. A leány kosárlabda bajnokságok is befejeződtek minden korosztályban. A DVTK Akadémia serdülői történelmi bronzérmet szereztek, a juniorok az országos bajnokság 8-as döntőiben a 4. helyen végeztek, de valamennyi korosztályos csapat ott volt a hazai elitmezőnyben. Magyar Gergely utánpótlás szakmai igazgatóval fókuszálunk ezúttal az ifjú kosarasok idei teljesítményére. Fiatalos 20 perc elé nézünk tehát itt a Csak a Diósgyőr című műsorunkban, amelyhez ezúttal is nagyon jó szórakozást kíván a szerkesztő műsorvezető Martin Emil. Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! Veszprémben lépett pályára az U17-es másodosztályú bajnokság utolsó fordulójában a bajnok DVTK U17-es együttese. A diósgyőri fiatalok 1-1-es döntetlennel zárták a szezont, és végül 16 pontos előnnyel nyerték meg a 2017-18-as pontvadászatot. Zsivócki Gyulával, a csapat vezetőedzőjével a bajnokság lezárta után beszélgettünk. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, egy év kemény munkája beérett, felkerültünk az elitbajnokságba, az ország legjobb 8 csapata közé, azt gondolom, hogy ez egy hatalmas siker a diósgyőri utánpótlás labdarúgás életébe. Nem az U17-nek az érdeme, nem az én érdemem, hanem egy akadémiának az érdeme, ebbe mindenkinek benne van a munkája, természetesen én voltam a vezetőedzőjének a csapatnak, és tényleg nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Kezdjük talán onnan a történetet, hogy kicsit, mint hogyha igazságtalannak tűnt volna az, hogy a Diósgyőrt ugye a másodosztályba sorolták, és nem az elit csoportba, de talán jól is jött ez az év, ugye a siker és a megbéretetés szempontjából a fiataloknak. Hát az elmúlt 5 év eredményei alapján sorolták vissza a másodosztályba a Diósgyőr csapatát. Nem volt kimondva, hogy elsődleges cél a feljutás, de természetesen mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a álom és célunk valóságá váljon. Nagyon sok jó csapat volt a bajnokságban, gondolok a Vasas Akadémiájára, a Békés Csaba, Kecskemét, tehát ezek mind-mind rúgközpontok, gondolok egy Újpestre, egy UFC-re, tehát ez a másodosztályi bajnokság, úgy gondolom, hogy ez inkább első osztályú volt, mint másodosztályú. 6-7 csapat pályázott a feljutásra, és az első pillanatoktól kiélezett küzdelem volt. Mi egy nagyon egységes jó csapatot, tehetséges játékosokkal voltunk felvértezve, komoly harci szellemmel, mentálisan, fizikálisan fel voltunk készülve, tehát klappolt minden ebbe a bajnokságba. Mindig, de mostanában még inkább az utánpótlás ugye fókuszba került a klub házatáján. 17 évesen már ugye külföldön, Nyugat-Európában bebedobnak egy-egy játékost az első csapatba, hogy megnézzék, mit tud, hogy tud. Mi várható itt a jövőben? Akár a jelenlegi fiatalok mikor kerülhetnének oda mondjuk az első osztályú csapathoz? Mi fog velük történni az elkövetkezendő pár évben? Én nagyon bízom benne, hogy ugye az utánpótlás futballnak az elsődleges célja, hogy ne bajnokságot nyerjünk, ne felkerüljünk, hanem hogy minél több profi játékost adjunk az első csapat számára. Ezen dolgozunk nap mint nap, nem csak én, hanem az összes kolléga az akadémián. Én úgy látom, hogy ebbe az U17-es gárdában is van 3-4 olyan meghatározó játékos, aki a későbbiekben tudatos építkezés során fel fog tudni kerülni az első csapatba. Nagyon bízom, hogy jövőre már akár esetleg akár edzőmérkőzésen, edzéseken részt tudnak venni, és a vezetőedző tud ő véleményt formálni a teljesítményükről. Azt is meg kell, hogy kérdezzem, mert ez is mindig felvetődik, hogy hogyan tudjuk itt tartani a tehetséges fiatalokat Diósgyőrben. Szerződések, továbbtanulási lehetőségek, mind-mind gondolom közrejátszik abban, hogy egy miskolci, egy diósgyőri érzelmű fiatal itt maradjon, vagy esetleg még ugye ebben a
korosztályban, vannak azért más honnan jött játékosok is, más városokból, vagy éppen településekről érkezett játékosok is. Azt gondolom, hogy aki jelenleg az U17-es bajnokcsapatban játszik, annak óriási a játékosoknak a diósgyőri kötődése. Ahogy mondtad, jöttek máshonnét is, de mostanra már igazi diósgyőri szívvel vannak felvértezve. Én is egy éve kerültem ide a klubhoz, és teljesen magaminak érzem a klubnak a filozófiáját, és teljesen együtt tudok érezni akár a szurkolókkal, akár a közönséggel. Teljes mértékben megfogott engem is az a millió, ami Diósgyőrbe fogadott. Tudni kell, hogy óriási infrastruktúrális fejlődésen ment át nem csak a város, hanem a DVTK akadémia is, és a klub is. Van egy gyönyörű stadionunk, van egy gyönyörű akadémiánk. Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a játékosok ne elmenjenek, hanem inkább ide jöjjenek. És itt képezzük őket, és itt legyenek profi játékosok. A szerződési háttér, hogy itt tartsuk őket, csak a szakmán múlik, vagy egyéb más feltételeknek is kell teljesülni? Próbálunk minden feltételt megadni annak érdekében, hogy a játékosok itt maradjanak. Ugye 16 éves koruktól profi szerződést tudunk adni a játékosoknak. Természetesen a vezetőség kikéri az edzőknek is a véleményét, és ennek alapján tesznek javaslatot, hogy profi szerződést kapjanak, ami azt gondolom, hogy megint egy óriási kötődés a játékosnak az egyesülethez. Volt ennek a szezonnak egy meglepetése, vagy egy ajándéka az U17-es csapatnak, méghozzá ugye, hogy a stadionban gyakorlatilag az első hivatalos mérkőzést játszhatta le ez a gárda. 3-3-as döntetlen az Újpest ellen, sokan maradtak az öreg fiúk után, és szurkoltak a Diósgyőrnek. Hogy élték meg a srácok, hogy élted meg te ezt a mérkőzést, ezt a kis ajándékot? Hát ez nem kis ajándék volt, hanem ez egy hihetetlen nagy ajándék volt az egyesület vezetőitől, amiért most is hálásak vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó mérkőzést játszottunk, nem nyertük, de ahogy nyilatkoztam a mérkőzés után, hogy a mérkőzést nem nyertük meg, de a közönséget megnyertük egy gólgazdag, egy élvezetes, egy nagyon hajtos mérkőzésen. 3-3-as döntetlent értünk el a második helyezett Újpest ellen. Igazi rangadó volt, és méltó volt, hogy a stadionba tudtunk játszani. Hogy ünnepelnek a 17 évesek egy bajnoki címet? Amikor Kecskemétről hazajöttünk, akkor titokban a szülők megszerveztek nekünk egy kis ünneplést, de tényleg csak egy nagyon-nagyon rövid volt. Én akkor is azt mondtam, hogy bajnokság végén fogunk ünnepelni, természetesen el fogunk menni, megünnepeljük, mert megérdemlik a játékosok. Végül, de nem utolsó sorban egy kicsit a jövőről is beszéljünk, hiszen egy elit csoportba került, így is nevezik ugye itt az U17-ben ezt az első osztályú bajnokságot. Ott gyakorlatilag hogy állhatja meg a helyét a DVTK? Kik lesznek majd ott a vetélytársai a Diósgyőrnek? Hát én úgy mondanám, hogy ez egy más kávéház, tehát itt tényleg az ország legjobb 8 csapata, 8 akadémiája fog versenyezni egymással, minden egyes mérkőzés, éles kiélezett mérkőzés, ugye a 16, 17 és a 19 is itt fog versenyezni. Nagyon oda kell figyelnünk minden egyes mérkőzésre. Azt gondolom, hogy a nyár arról fog szólni, hogy becsületesen és felkészülünk erre a bajnokságra, de még egyszer mondom, a végcél az, hogy ezek a játékosok profi játékossá váljanak, ez az elit bajnokság pedig nagyon jó fogja szolgálni a felkészülésüket. Csak a Diósgyőr! Sütő Szilárd, aki amellett, hogy a DVTK első csapatánál Fernando Fernández érkezésével bekerült a stábba, nem hagyta magára a diósgyőri utánpótlás sem, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a következő szezontól minden fronton első osztályú csapata lesz a DVTK-nak a honi labdarúgó életben. Sütő Szilárddal hallhatnak most egy beszélgetést, abból egy részletet, ugyanis a következő adásaink egyikében a szakemberrel készített riport hosszabb kiadását is majd leadjuk itt a DVTK magazinban. Zsivócki Gyulának már gratuláltam, és gratuláltunk ugye a rádió, illetve a szurkolók nevében is. Bajnok lett a másodosztályú csapat. Azt hiszem, hogy erről a sikerről most jelen pillanatban Diósgyőrben nagyon jó beszélni, illetve arról is, hogy valamennyi utánpótlás korosztálya következő idényben már az élvonalban folytatja. Nem kis munkád van neked is ebben. Azt gondolom, hogy mindnyájunknak, tehát ez egy team munka volt. Én úgy nézem ezeket a dolgokat, hogy ebbe a takarítónéniktől kezdve, akik a csapatnak főznek, az erőléti edzőkön át, az egészségügyi személyzeten mindenkinek óriási munkája van, hiszen ez csak így sikerülhetett. Természetesen a vezetőedzőnek mindig kiemelt a szerepe, úgyhogy gratulálunk Zsivócki Gyulának a klub nevébe, és bizonyította azt, hogy jó döntés volt, amikor tavaly nyáron őt választottuk erre a nehéz feladatra, mert mondhatjuk, hogy egy nehéz feladat volt, hiszen az MLS szabályozás alapján, hiszen ez mindenhol szerintem fontos elmondani, hogy Diósgyőr soha nem esett ki. Legalábbis nem azért voltunk a másodosztályban, mert kiestünk, hanem az MLS hozott egy új
új szabályt, amit mi elfogadtunk, és örülünk neki, hogy a második évben sikerült bejutni az Elite 8-ba, ami megint egy előrelépés a klub számára, és itt szeretném megemlíteni, hogy az U12-es csapatunk ugye Földvári Tibor vezetésével szintén bajnoki címet nyert, amihez szintén nagyon gratulálunk. Akkor gyakorlatilag utánpótlás szinten kezd beérni az a gyümölcs, amelyet ugye pár évvel ezelőtt elkezdtetek, és egyre jobb és jobb vezetőedzők csatlakoznak most már ahhoz a rendszerhez, amely akadémia révén kialakult most itt Diósgyőrben. Hát úgy gondolom, hogy tényleg olyan edzők csatlakoztak a stábhoz, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. Ez egy nagyon nagy elismerés, mert ahhoz, hogy egy prolicenses NB1-be vagy a utánpótlás válogatottnaknál dolgozó edző minket válasszon, ahhoz a klubnak kell tudni mutatni egy olyan perspektívát, amit ő elfogad. És azt gondolom, hogy ez a klubnak egy óriási dicséret, hogy például a Zsivócki Gyulát ide tudtuk hozni, vagy gondolok itt azokra az edzőkre, specialistákra, akik hozzánk jöttek dolgozni. Tehát nyilván a fejlődés az látható, természetesen ez egy lépés, a legfontosabb majd az lesz, amikor mondjuk ebből a csapatból, vagy a fiatalabbakból, vagy az idősebbekből az első csapat keretébe, és a kezdő 11-ébe fogunk játékost viszont látni, hiszen akkor lesz a munkánk igazán eredményes. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! A DVTK női kosárlabda szakosztályának otthonában vagyunk, és az utánpótlásért felelős szakmai igazgatóval, Magyar Gergellyel beszélgetünk, aki a DVTK Akadémia első számú szakmai vezetője. És kezdjük valahol az elején, méghozzá, hogy gratulálnom kell, mert beérett nagyon az a gyümölcs, amelyet ugye elkezdtél itt szakmai vonalon az elmúlt, ha jól emlékszem, talán 2 évben. Először is köszönjük szépen a gratulációt. Úgy gondolom, hogy a lányok és az edzők megdolgoztak ezért, hogy ott legyenek a csapataink az országos döntőkben. Örülünk ennek, és azt hiszem látszik a fejlődés, illetve az előrelépés, de azért nem szeretnénk hátradőlni és itt megállni, hogy akkor most jól végeztük a dolgunkat és minden rendben van, mert sajnos azért még azt is látni kell, hogy eléggé le vagyunk maradva az élmezőnytől, de nyilvánvalóan azért dolgozunk és azért készülünk napról napra, illetve hónapról hónapra, évről évre, hogy minél több játékos tudjunk kinevelni, és a cél az, hogy NB1-es játékosok legyenek, és a miskolci szurkolók a DVTK felnőtt csapatánál is a miskolci kötődésű játékosokért szurkolhassanak. Nézzük ezt a fejlődést ugye ebben a 2 évben. Miben kellett változtatni? Eddig is voltak azért olyan játékosok, akik jöttek és próbálkoztak, de valahogy nem sikerült. Most viszont tényleg azt lehet mondani, ahogy említettük is, hogy ott vannak a legjobbak között. Így van, és hát az is ugye büszkeséggel tölt el minket, hogy egyre több válogatott behívót kapunk. A korosztályos válogatottakba egyre több diósgyőri játékos kerül be, ez is azt hiszem, hogy a munkánkat dicséri, de én mindig elsősorban a gyerekeket dicsérem, mert ők végzik a munkát, mi csak megpróbáljuk nekik a megfelelő segítséget megadni ahhoz, hogy jobb játékosok lehessenek. Elsősorban a mentalitásban kellett változtatnom. Én nem szeretek sosem a múlttal foglalkozni, az előttem dolgozókkal, meg pláne nem az ő munkájukat minősíteni, vagy bármi hasonlót ezzel kapcsolatban mondani. Én azt hiszem, hogy én egyrészt új szint hoztam a klubnak az életébe. Minden nagyképűség nélkül ugye mondhatom, hogy van tapasztalat, illetve volt tapasztalat a hátam mögött. Én azért bejártam fél Európát, bejártam az egész országot, láttam nagyon sok mindent, hogy mik azok a dolgok, amik működnek, mik azok, amik nem, akár válogatott edzőként, akár már mondjuk Szegeden másodedzőként ugye az Euroligában kezdtem, tehát ott is azért már elég sok mindent láttam, és én ahogy észrevettem azt, hogy mi kell ahhoz, hogy nemzetközi szinten is dominálni tudjon egy csapat, illetve nemzetközi szinten is eredményeket tudjanak elérni a játékosok, ehhez próbáltam meg felépíteni a szakmai munkát. Azt azért hozzá kell tennem, hogy nagyon mélyről kellett indulni, és sajnos nagyon sok olyan rossz beidegződése van a gyerekeknek, amit nagyon nehéz kinevelni belőlük. Éppen ezért fontos az, hogy a legkisebb korosztályokban is már a megfelelő képzést megkapják a gyerekek, és a megfelelő alapokból tudjunk fölfelé építkezni. De ahogy az elején említettem, elsősorban a mentalitást kellett megváltoztatni, és ebben már az U18-asoknak is mondtam a döntő előtt, hogy eredménytől függetlenül én nagyon büszke vagyok rájuk, mert sokan át tudták lépni a saját árnyékukat, és ki tudtak lépni a komfortzónájukból, és megértették azt, hogy ami eddig volt, az
nem működik most már. Már más szinten van a női kosárlabda, sokkal fizikálisabb, sokkal dominánsabb játékelemekre van szükség, és ezt ők végre is tudták hajtani. És azt lehet mondani, hogy köréd a szakmai munkád és a szakma köré felépült egy szervezet is. Méghozzá az Akadémia, a Király Sándor fémjelezte munka. Ez is azért nagyban segíti talán a te munkádat is, és ebben a szervezetben dolgozó edzők munkáját is. Így van, hát szintén köszönettel tartozom azoknak, akik ebben a klubban, illetve most már az Akadémiának nevezhetjük magunkat, Akadémiában dolgoznak. Elsősorban ugye Szabó Tamás, aki újraélesztette a női kosárlabdát Diósgyőrben. Király Sándor, aki engem is idehozott, és én nagyon sokat tanultam, és tanulok a mai napig tőle. Le, ugye azért neki több mint 30 éves tapasztalata van átcsoportos edzőként, úgyhogy rengeteget lehet tőle tanulni napi szinten, és hát ők nyilván mindent megtesznek azért, hogy ez a klub működjön, és ami az egyik legfontosabb és számomra legpozitívabb, Sanyi bácsival kapcsolatban, hogy ő is, mint ahogyan én is, a magyar kosárlabdáért akar tenni. Ő nem az önös érdekek vezérlik, nem a saját céljait szeretné elérni, ő letette az asztalra azt, amit ő neki le kellett tenni, és ez az, amiben maximálisan egyetértünk, hogy nekünk a magyar női kosárlabdát kell segítenünk azzal, hogy minél jobb játékosokat neveljünk ki. De hozzátartozik ehhez, ahogyan te is említetted, nem csak a szakmai háttér, hanem a technikai személyzet is. Akár beszélhetek itt a erőnléti edzőnkről is, aki az utóbbi időben csatlakozott hozzánk, és rendkívüli módon segíti a munkát az akadémiai korosztályokban, de a technikai személyzet is hatalmas terheket vesz le a vállunkról. Én úgy gondolom, hogy ez egy olajozott gépezet. Nyilván vannak benne apró megcsúszások néha, de azon dolgozunk, hogy ezek minél kevesebb se forduljanak elő, és minél hatékonyabban tudjuk végezni a feladatunkat. Engem szerintem megveszőznek akkor a szurkolók, hogyha nem fogok arra rákérdezni, ami már 90-es években is talán probléma volt, hogy nagyon kevés olyan saját nevelésű játékos volt a csapatban, és voltak olyan esztendők, vagy voltak olyan évtizedek is talán, amikor nem is volt egyáltalán saját nevelésű az első osztályú csapatban, hogy most te látsz, hogyha nem is név szerint, de a különböző korosztályokban olyanokat, akik majd esetleg későbbiekben itt a miskolcvárosi sportcsarnokban, vagy az épülő új kosárlabda csarnokban több ezer szurkoló előtt léphetnek pályára a DVTK színeiben. Ez az elsődleges célunk, hogy ez megvalósuljon. Ez nyilván a mi vállunkat nyomja a felelősség ezzel kapcsolatban. Ha mi jól végezzük a munkánkat, ez egy nyilván nem egy rövid távú folyamat, ez szerintem egy 3-4 éven belül ez ki fog derülni, hogy jól végezzük-e a munkánkat, és odaérnek-e ezek a fiatal játékosok a DVTK-nak a 12 fős keretébe. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Az első fecske, ahogy Sanyi bácsi szokott fogalmazni, az már kirepült. Ugye Kis Angelika személyében. Ő idén elég sok játék lehetőséget kapott az edzőjétől. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül. Ő is nagyon keményen dolgozott ezért, illetve dolgozik a mai napig is. Ugyanúgy az U18-as korosztályban szerintem egy 3-4 olyan játékos van. Akár név szerint is mondhatom a Frint Nikit, a Halász Zsófit, a Kecskés Karinát, vagy akár a Nagy Esztert, akik szintén úgy gondolom, hogy ha még egy pár évet dolgoznak, akkor ha nem is feltétlenül egyből meghatározó játékosok lesznek, de hasznos kiegészítő emberei lehetnek a felnőtt csapatnak, és hát nyilvánvalóan az U16-U14-es korosztályban is vannak tehetséges, ügyes gyerekek, ahogyan már mondtam, nekünk kell belőlük kihozni a maximumot, és én úgy gondolom, hogy ha ők is úgy állnak hozzá, és ők is úgy dolgoznak továbbra is, akkor meg tudjuk oldani ezt a feladatot. Gondolom egyetértesz abban, hogy azok a szakmai műhelyek járnak előrébb, ahol jó NB1-es csapat is van. Ugye, mert őrájuk lehet felnézni, ők legyenek az igazi példaképek, hogy ők hozzájuk és ők közéjük szeretnének majd tartozni. Igen, ebben maximálisan egyetértek veled, hogy nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek is lássák, hogy van perspektíva, ezért is fontos a már említett Kis Anginak a szerepe is, hiszen ő idézőjelesen kézzelfogható a gyerekek számára, hiszen itt nőtt fel közöttük, egymás mellett, egymás után, egymással edzettek. Ő remek példa arra, hogy igenis kemény munkával és elhivatottsággal oda lehet érni a felnőtt csapathoz, úgyhogy ebből kell nyilván minél több, és ugye, ahogy te is említetted, nagyon fontos az, hogy a gyerekek kijönnek meccsről meccsre, lássák azt, hogy azért mi nem, mármint a felnőtt csapat nem a 8-tól 10. helyért játszik a felnőtt bajnokságban, hanem igenis jó mérkőzéseket tud
vívni, és minél előrébb tud végezni. Ugye itt a Miskolcon hál' Istennek a hangulat az legendás, illetve a szurkolók nagyon szeretik a csapatot. Én remélem, hogy ez is majd még inkább pozitív irányba fog változni, hogy a felnőtt csapat mérkőzéseit egyre többen fogják látogatni. Későbbiekben annak eredményeképpen, hogy ők is jobban magukénak fogják érezni a csapatot, hogyha az itt nevelkedett játékosokból egyre többet látnak a pályán. Folytatódik akkor a szakmai munka? Várható előrelépés a következő évben, években? Amikor idejöttem, akkor 3 évre fogalmaztunk meg egy elképzelést vezetőséggel. Én úgy gondolom, hogy jó ütemben haladunk. Jövő év az még nyilván biztosított. Ugye most azt is kell emelnem, hogy az MKOS-nek köszönhetően, illetve a TAO rendszernek köszönhetően ugye remek feltételek mellett dolgozhatunk. Semmiben igazából nem szenvedünk hiányt. Ebből adódóan megvannak a kellő feltételek ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Nyilván a cél az, hogy amit már mondtam, hogy a felnőtt csapatba neveljünk, de ettől függetlenül azért az utánpótlás szinten is szeretnénk bizonyítani, érmet, érmeket nyerni. Bízom benne, hogy jövőre már akár 2, de lehet, hogy 3 korosztályban is fogunk tudni bizonyítani ebből a szempontból. Csapadíjós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunkban továbbra is a Piros-Fehér Klub mindennapjairól hallhatnak érdekességeket, háttérbeszélgetéseket, híreket, információkat. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martin Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!